Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Fellép, s lelép, s mindenkit sok szerep vár életében, melynek hét felvonása a hétkor. Ezt mondja Shakespeare, William Shakespeare, az angol drámaíró, Ahogy tetszik című színdarabjának egyik szereplője. És valóban a mi életünk, amelyet a társadalomban élünk, akaratlanul is, akármilyen hátsó szándék nélkül is arra kényszerít minket, hogy szerepeket játszunk, hogy kitűnjünk, hogy beilleszkedjünk a többiek közé, és emiatt gyakran érezzük úgy, hogy amilyen maszkot hordunk, valamilyen szerepbe kell részt vennünk. Én Herédi Károly vagyok, és szeretettel köszöntök mindenkit a tévéképernyők vagy a monitorok előtt. Mielőtt elkezdenénk a mai óránkat, felhívnám a figyelmeteket arra, hogy a prezentációban elrejtettem egy helyesírás hibát. Hogyha megtaláljátok, akkor szóljatok a magyar tanárotoknak, biztosan meg fog érte jutalmazni, hogyha figyelmes voltál. Ma kicsit a dráma műnemével fogunk foglalkozni, és a következő órán pedig szintén ezt fogjuk továbbvinni. Méghozzá az volt a feladatotok, hogy Szabó Palóc Attilának a szövegét olvassátok el. De nem kérünk rá rögtön a szövegre, úgy előtte megpróbáljuk föleleveníteni, hogy mit tudunk a műfajokról, a műnemekről, egyáltalán milyen funkciója van, mire szolgálnak ezek a fogalmak, hogy gyakran csak úgy érezzük, hogy megnehezítik az irodalommal való foglalkozásunkat, vagy a magyar órát. Tehát mire valók a műfajok? A műfajokról azt lehet mondani, hogy a műfajok elősegítik a művek megértését, befogadását. Ez elsőre nem mond nekünk sokat, de mégis, hogyha belegondolunk egy irodalmi szövegbe, hogy abban az író milyen jeleket, milyen nyomokat hagy nekünk, amelyek alapján mi utána egy műfajba tudjuk ezeket a szövegeket besorolni. Ha pedig már sikerül egy műfajt találnunk, egy műfajt felfedeznünk, akkor hozzá tudunk ahhoz a szöveghez nyúlni, tudjuk, hogy milyen keretek között mozognak ezek a szövegek, milyen elemei vannak egy ilyen szövegnek. Vegyünk egy példát. Olvasol egy történetet, amely úgy kezdődik, hogy hol volt, hol nem volt. Találsz benne még mesei számokat, valamiféle csodás elemet, beszélő állatokat, akkor valószínűleg be tudod ezt a szöveget sorolni, aszerint, hogy ez most egy tündérmese lesz, aszerint, hogy egy állatmese, és ez nem szükséges az, hogy neked tudatosan kijelentsd, hogy ez egy mese, hanem a gondolkodásodat így indítja meg, hogy az író elhelyezi ezeket a nyomokat, a műfajra utaló nyomokat a szövegében. És itt jön a csavar. Mi történik akkor, hogy ezek a nyomok kicsit furcsák? Ha történik egy valamilyen érdekesség, egy csavar, és ráismersz arra, hogy nem így kellene, hogy történjen, én eddig nem így olvastam. Ez az a aha élmény, egy ilyen felismerés, ami gyakran az irodalmi szövegeknek az értékét adja, valami újdonságot találsz benne, eltérőt a megszokottól, amit eddig olvastál. Olvasol egy mesét, gondoljatok például Csukás István Süsüjére, akit mindenki ismer. Hát Süsü egyfejű sárkány, gyakorlatilag fogyatékos, hogyha a mesei világot nézzük, mert a sárkányoknak hány feje van? A sárkányoknak 3 feje van, a sárkányoknak 7, 12, esetleg 13 fejük. Egyfejű sárkány az nem felel meg a standardeknek, a mesei standardeknek. És ez egy olyan vonás, amit különlegessé teszi ezt a szöveget. És nagyon sokszor ilyen vonásokat, ilyen elemeket tudunk találni irodalmi szövegekbe, csak azáltal, hogy tudjuk, hogy eredetileg az a szöveg milyen műfajba tartozna, és mit tudunk elvárni tőle. A műfajokról az is mondható még, hogy a hagyományokon alapulnak, tehát nagyon régóta, hosszú idő alatt alakultak ki a műfajok, hogy miért nevezünk egy műfajt műfajnak, és milyen megjelenési, milyen elemei vannak, és milyen megjelenési formái. Ma már a műfaji határok azért nagyon elhomályosulnak, ritka olyan szöveget találni, amit nagyon könnyen be tudunk sorolni valamilyen műfaji sorba, ugyanis ma már ezeket nem vesszük annyira szigorúan. De hogyan tudjuk megkülönböztetni egymástól a műfajt és a műnemet? Ez sokszor gondot okoz még ötödikben, mert hogyha jellemzőt írunk, akkor na most műfaj, műnem, mi melyik? El kell mondani azt, hogy a műnemek összefoglaló kategóriák, amelybe sok műfaj tartozik. Tudunk a hétköznapi életből erre valamilyen analógiát, valamilyen párhuzamot találni. Gondoljatok a sportokra. Itt példának az úszást hoztam. Az úszás úgy tudjuk elképzelni, mint egy műnem, amely alatt műfajként ott van a mellúszás, pillangóúszás, hátúszás, gyorsúszás, kutyaúszás, amelyeknek mindnek van valamilyen közös vonása. Mindet a vízben végezzük, céljuk, hogy ne fulladjunk meg, hogy előre haladjunk,
ritmikus mozgás, összehangolt, koordinációt követel, ez mind jellemző az úszásra. Tehát az úszás lenne egy műnem, amely minden egyes műfajból, a mellúszásból, pillangúszásból valamit tartalmaz, valami közöset tartalmaz. Ugyanezt meg tudjuk akkor csinálni mi a műnemekkel is. Vegyük az epika műnemét, ugye tudjuk, hogy líra, dráma, epika, három műnem. Ha az epika műnemébe három műfajt oda fogunk utalni, az a három műfaj, amit mondjuk ötödikben olvastok. Mond a mese novella. Mind a három műfajnak van közös vonása. Például az, hogy elbeszélőt tartalmaz, mesélőt, narrátort, mindegy, hogy hogyan nevezzük, és mind a három valamilyen történetet mond el. Ez már valami olyan közös pont, ami alapján összetudjuk őket egy csoportba, az epika alá tudjuk őket gondolni. Persze ez most nagyon sarkított, csak azért egyszerűsítem így le, hogy könnyebb legyen utána ezzel gondolkodni, és könnyebb legyen nekünk irodalmi szövegeket befogadni, mert egy idő után már mindenkinek önállóan is tudnia kell szövegekkel valamit kezdeni. Füzetbe akár föl is lehet írni nagy címként, hogy a dráma műneme, ugyanis most két órán erről lesz szó. Szabó Palóc Attila zöldleveli kótyonvicc szövegét, ahogy már említettem, el kellett olvasni, vagy meghallgatni. Figyeljétek meg Szabó Palóc Attila nevét. A héten beszéltünk a hagyományos írásmódról, és arról, hogy vannak olyan családnevek, amelyek régies írásmódú, vagy a hagyományos írásmód, vagy hagyományos helyesírási elv szerint írandóak, és Szabó Palóc Attila neve is ilyen. A zöldleveli kótyonfit szövege pedig műneme szerint dráma, műfaja szerint mesejáték, formája szerint párbeszédes, vagyis más szóval dialógus, és utasításokat is, szerzői, vagyis rendezői utasításokat tartalmaz. Mielőtt beszélgetnénk ezekről a műfai, műnemi és formai besorolásokról, elevenítsük fel, hogy mi is az alaptörténete ennek a szövegnek. Szabó Palóc Attila zöldleveli kótyonfitty, a kalandor béka legnagyobb szerelme. Mesejáték részlet. Egy mesebeli folyó partján él Brekkanyó, meg Brekkapó és unokájuk, zöldleveli kótyonfitty, aki megnyeri a faluszéli brekkegő versenyt, ezért egy álló esztendeig viselheti a főméltóságú nagyágyú címet. Zöldleveli a mesebeli erdőbe menekül, az őt ünneplő zajos társaság elől, s itt találkozik zsörtölőszép király kisasszonnyal, aki eltévedt az erdőben. A fiatalok egymásba szeretnek, a probléma csak az, hogyan érthet szót egy emberleány és egy békafi. Tehát a magának, a drámának, ennek a mesejátéknak ez az alapvető konfliktusa, a kommunikáció, hogyan tudnak majd ezek a szerelmesek egymással utána szót érteni. Ugyan már az előbb említettem, hogy amikor milyen műfaji nyomokat találsz, vagy műfaji meghatározást találsz, akkor már elindul a te befogadásod, a te értelmezésed, és tudod, hogy mire számítasz egy szövegtől. Ettől a szövegtől tudjuk, hogy arra számíthatunk, hogy valamiféle mesei elemet fog tartalmazni, hiszen mesejáték. A játék pedig a színjáték szóhoz köthető, tudjuk, hogy akkor valamiféle drámai szöveget fogunk tőle várni, amiben szereplők vannak, akik előadják a szerepüket, és mondjuk párbeszédben beszélnek. Ha a szöveget megnézed, a szövegnek a felépítése, a szerkezete rögtön árulkodik a műfajról, a műformáról, hiszen a szereplők neve van felsorolva, kettős ponttal az ő mondandójuk, párbeszédben, ahogy ők elmondják a mondandójukat, vagy esetleg monológban, ami egyes szám első személyben egy szereplőnek a saját magánbeszéde. Tehát ezek, amiket rögtön ránézésre is a szövegtől elvárhatunk, vagy amit a szövegre ránézve találunk. A mesejátékról azt mondja a tankönyvünk. A mesejáték színjáték, melynek cselekménye mesés elemeket tartalmaz, szereplői mesealakok. A népi színjátékok nyomán alakul ki a 14.-16. században. Tehát a mesejáték, anélkül, hogy a tankönyvi definíciót mi elolvastuk volna, erre mind rájöttünk. Csak azért, mert tudjuk, hogy mi az a mese, tudjuk, mi az a színjáték, és a mi saját tudásunkból ezt össze tudtuk rakni. Vajon mégis akkor mi ez a történet, miről szól ez a történet, milyen motivumok vannak benne, és milyen mesei elemek, amelyeket elvárhatunk tőle. Hát eleve egy furcsa alapszituáció van, hogy a királyfi, és a király lány és a béka egymásba szeret. Persze ez ismerős lehet, nagyon sok történet van, ami ezt dolgozza fel. Disney rajzfilmtől kezdve vándor motívumként ez nagyon sok mese, nagyon sok népmese kincsében szerepel. A béka királyfitól kezdve nagyon sok elátkozott királyfi történet van, ahol megcsókolja a királylánya a békát is, az átváltozik. Itt egy kicsit másról van szó, az átváltozást azt más hozza létre.
Az átváltozás motívuma egy másik szöveghez is köthető, méghozzá, hogyha már olvastátok a Szegény Johnny és Árnika című házi olvasmányt, és visszaemlékeztek, ott is van egy átváltozás. És ott az átváltozás egy kicsit rímel, egy kicsit visszhangozza ezt, ami ebben a mesében is, ebben a mesejátékban is végbe megy. Mi történik itt a zöldleveli kótyonfittyék között? Hát az történik, hogy zsörtölő szép átváltozik békává, és végre szót értenek. Majd amikor visszaváltozik, akkor rögtön felkiált, hogy változtass vissza, újra béka akarok lenni, mert szeretném, hogyha tovább tudnánk beszélgetni. És hogyha visszaemlékeztek a Szegény Johnny és Árnikára, ott is Árnika azt mondja, hogy nekem mindegy, akár kacsaként is vállalom, hogy kacsa legyek örökre, csak legyünk együtt. És abban a történetben viszont az az átoknak a súlyossága, hogy nem lehetnek egyszerre kacsa, csak az egyik őjük, a másik őjüknek olyankor embernek kell lenni. Tehát a bizonyos irodalmi szövegek között tudunk ilyen kapcsolatot találni, ez is segíti a megértésünket, és ez is egy ilyen jó érzéssel tölt minket, hogy ráismerünk egy mesei motívumra, ráismerünk egy másik szöveggel való kapcsolatra, párbeszédre a szövegek között. Ezt nevezzük intertextualitásnak is, szövegköziségnek, amelyet, ha nem hallottátok még, mi ez a kifejezés, akkor majd tanulni fogjátok hamarosan. Ebben a történetben, meg minden mesében a varázslat és a csoda az egy fontos elem. De méghozzá olyan fontos elem, amely magától értetődő. De a szereplők ezért nem csodálkoznak, hogy történik valami csoda. Ebben az esetben viszont mi történik? Nagyon szinte már vicces is egyébként, kicsit ironikus is, vicces is, ahogy meglepődik zsörtölő szép, hogy egy beszélő békáról van szó. Tehát a csodának egy kicsit van a kicsavarása itt, kicsit olyan ez a zsörtölő szép, mint egy valódi ember, aki meglepődik a mi világunkból származó, aki meglepődik azon, hogy csodával vagy varázslattal tartozik, mintha nem ebbe a mesejátékba született volna meg. És mi az, ami például ebben a történetben nem csak helyettesíti, hanem kiegészíti a varázslatot? Az akarat, a hit és a szerelem. Mind a három olyan láthatatlan erő, amit a varázslathoz tudunk kötni, tehát úgy működik, mint a varázslat, de mind a három nagyon nagy dolgokra képes, olyan csodákat képes ez a három jelenség létrehozni, amelyet egyébként a mese vagy a varázslat. A mesében ráadásul még kételkednek is a szereplők, hiszen azt mondja zöldleveli, hogy mese-mese mátka. Ez egyrészt szóvic, mert a mátka ugye a mennyasszonyt jelenti, másrészt pedig egy mese szereplőtől érdekes, hogy azt mondja saját közegére, egy mesére, hogy ez egy ilyen kitalált valami. Mi az, ami még kiemelhető ebből a szövegből? Például zsörtölő szép a kommunikációs szakember. A zsörtölő szép hogyan próbálja meg értelmezni a jeleket, amiket a béka küld felé? Megpróbálja azt mondani, hogy nem ugráltál el előlem. A sírós a hangot. A zsörtölő szép megpróbálkozik azzal, hogy a kapcsolatot megteremtse között, a béka is közötte, és ez még a hétköznapi életünkre is jellemző, nem kizárólag a kimondott szóból tudunk következtetéseket levonni. Tehát azt is, hogyha valakivel jobba vagyunk, vagy kedvelünk valakit, azt másként is ki tudjuk fejezni. Fontos eleme, hogy minden mesének valamilyen akadály, vagy valami próbatétel. Ebben az esetben a szerelem próbája. Itt nem gyűrűt vesznek egymásnak, hanem itt valódi tétje van ennek a próbának, hiszen a béka akár meg is sütheti a varázslás közben a királylány, de hogy nem ez történik, ő föláldozza saját magát, képes lenne a szerelemért föláldozni magát, de szerencsére nem ez történik, hanem egy fiúvá változik a béka. De minden esetre azért a mesehősök már kicsit azért eltérnek a szokott mesehősöktől, kételkedni kezdenek. Kételkednek a mesében, kételkednek abban, hogy képesek-e ezekre a varázslatokra, a csodákra, tehát itt a kudarcnak a lehetősége is felmerül. De ez a kudarc, ez mindig a szereplőknek a saját belső kudarca, nem pedig valami külső elemtől függ, hanem a mesehős, ha nem hisz, hogyha nincs meg az akarat, nincs meg benne a szerelem, akkor valójában a varázslatra, erre a csodára nem képes. A hithegyeket mozgat meg, ezt szoktuk mondani. Az érzékek érzéke jelenik meg ebben a szövegben, az pedig nem más, mint a szerelem. Annyira erősnek titulálja az érzést ez a két szereplő, hogy szinte már az érzékek érzékévé válik, amin keresztül minden mást be tudnak fogadni. Nem létezik más, csak a szerelem, az az elsődleges, azt eszik, azt isszák, azon keresztül tudnak létezni. Érdekes még a beszélő neveknek a jelenléte ebben a szövegben. Azért a magyar irodalomban bőven találunk beszélő neveket, nem kell messzire menni, Bolondistók, Fanyűvő a népmesékből, vagy Orizatriznyák, Zsebenciklopédia.
Ezek a nevek olyan nevek, amelyek nem csak a jelentésükkel, de a hangulatukkal is már valamit sugároznak, valamilyen töbletet adnak, a szövegnek a befogadásába, ebbe a játékba minket megindítálnak. Vazdira Karónak a neve, ez egy anagramma, összekevertek a szótagok és a betűk, nem tudom, hogy rájöttél már, hogy ki Vazdira Karó, hát ő is egy tipikus mesei szereplő, az állatmeséknek egy fontos figurája a Vazdira Karó. Hogyha nem tudod, ki az a Vazdira Karó, akkor azt javaslom neked, hogy készíts Messengeren egy interjút Szabó Palóc Attilával, a szerzővel, aki egy fiatal, nem beszéltünk az ő életrajzáról, egy fiatal zentai származású író, újságíró, aki egyébként tud erről, hogy most az ő szövegéről van szó a televízióban, úgyhogy várja az interjúkat, bárki elkészíteti vele az interjút. Feladatként, ötletként felajánlom nektek, hogy osszátok ki egymás között a szerepeket, és készítsetek hangjátékot a mesejátékból, és azt gondolom, hogy egy drámaszöveg olvasva is nagyon érdekes, magunkban olvasva, de igazán akkor kell életre, hogyha megelevenítjük, hogyha szereposztásban egymás között, akár hangeffektekkel, vagy mindenféle lehetőséget kihasználva tudjuk előadni. Köszönöm szépen a figyelmet!